Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, ősz, nap és éj, egyensúly, szeptember 22-én. Az azt jelenti, hogy a nap és az éjszaka ugyanolyan hosszú, és ha ez elmúlt, akkor az éjszakák hosszabbak lesznek, a napok pedig rövidebbek. Én először elmondanám azt, hogy mit jelent a négyes szám. Az kivált belőlünk egy érzést, mégpedig a biztonság érzetét. Itt minden olyan rendben tűnik, mert ez egy jó alap. Erre lehet alapozni. És mi köt össze bennünket ezzel a négyes számmal? A négy irány, észak, dél, kelet vagy nyugat. Azon kívül a négy elem, a tűz eleme, a víz eleme, a levegő eleme és a föld eleme. A négyes szám mutatja a négy évszakot is, tavaszt, nyarat, őszt és telet. Ez jelenti az életünkben a korszakokat, a gyermekkorunkat, az ifjúságunkat, a felnőtt korunkat, amikor felelősséget tudunk vállalni. Az életünk felett gyermekeink vannak, azokról gondoskodunk. Aztán elérkezik a negyedik korszak, amikor nyugalomra vágyunk, amikor a dolgokat másképp látjuk. Én jövőre leszek 60 éves, és én érzem, hogy most kezdődik nálam ez a negyedik korszak. És érezhető, mert néha előfordul, hogy vannak bizonyos dolgok, amit olyan nyugalommal nézek át, ami korábban másképp hatott rám, akkor lehet, hogy elveszítettem volna a belső egyensúlyt, vagy zavart volna, dühös lettem volna, és én ezt ki is mutatom, de ami most úgy elkezdődött nálam ebben a negyedik korszakban, hogy át tudom ezeken a dolgokon tenni magamat, és megvan ez a belső nyugalom, ezt a negyedik életszakaszt úgy is mondhatnám, itt megvan a belső szépség, a nyugalom, a harmónia érzete. Korábban akkor szépek voltunk, de néha olyan kis butácskák, ez elmúlt, ez az időszak. Ezért értékelni kell ezeket az éveket is. Ahogy mi őszülünk és közeledünk ehhez a negyedik életszakaszhoz, annál bölcsebbek leszünk. De visszatérve erre a szeptember 22-ére, amikor a nap és az éjszaka ugyanolyan hosszú, és megvan ez az egyensúly. Mit kell, hogy érezzünk ezen a napon? Először is a belső nyugalmunkat, a belső egyensúlyunkat. Azon kívül a napon uralkodik a nap, az éjszakán uralkodik a hold, és így egyensúlyban vannak a nap és a hold. Ez jelenti a férfias energiát, ez a nap energiája, és a nőies energiát, ez a hold energiája. És így szemben állnak egyensúlyban. Számomra ez azt jelenti, hogy mi nők ugyanolyan értékesek vagyunk, mint a férfiak, de a férfiak is ugyanolyan értékesek, mint mi nők vagyunk. Megvan ez az
egyensúly. Azon kívül jelenti a tudatot, a tudatos dolgokat, a gondolatokat, és az öntudatot, a belső hangot, a belső érzéseket. És itt, amikor a belsőnkről van szó, itt érezzük a belső erőnket és a lelkünket. Ez a mi lelki világunk. Ezen a napon, tehát szeptember 22-én tartok egy szertartást, az este 11 órakor kezdődik, hogy megtaláljuk a belső nyugalmunkat. Azon kívül, hogy a párkapcsolat területén meglegyen ez az egyensúly, ez a harmónia. Ez a szertartás segít abban, hogy valamit kiegyensúlyozzatok, megtaláljátok a belső nyugalmatokat, és a párkapcsolat területén meglegyen ez a közös út, ez a szeretet, ez a harmónia, ez a mély érzés, a lelki kapcsolat. Természetesen tarthattok ti egy ilyen szertartást ezen a napon, ez előnyös, vagy jelentkeztek nálam, az e-mail címem ritual@dendera-susanna-medici.com. A díjam, mint energiai egyensúly 3500 forint. De most visszatérve erre a napra, szeptember 22-ére, az őszi éjszaka és napi egyensúly napjára, a kelták szerint ezen a napon Mabon uralkodik. Mabon jelenti vagy jelképezi az isteneknek a gyermekét a kelta mitológia szerint. Számunkra ez azt jelenti, hogy mi bízhatunk az égi hatásban, és mi az Istennek a gyermekei vagyunk, és kell ez a belső érzés és ez a bizalom. Amint elmúlt ez a nap, akkor az történik, hogy jön az ősz és a tél, az éjszakák hosszabbak, a nap rövidebb, és várunk arra, hogy kitavaszodjon. Ehhez van egy történet a klasszikus görög mitológiából. Demeter, az a természetnek az anyja, itt a földünkön uralkodik az élet felett, ami a növényeket illeti, ami az állatvilágot illeti, és ami bennünket illet. Ennek a Demeter istennőnek volt egy, illetve van egy lánya, Perszefóne. Egy nagyon szép lány, és Hades, vagy Plutó bolygó, mert ez azonos, beleszeretett Perszefónába, és elrabolta őt, elvitte az alvilágba. Hades, vagy Plutó bolygó uralkodik a tudat alatti dolgok felett, őrzi a titkokat. A mitológia szerint uralkodik egy világ felett, ahol azok a lelkek találtak otthonra, akik elhagyták a földet, elhagyták a mi világunkat. Itt a halálról van szó. De visszatérve erre a szerelmi történetre, Hades vagy Plutó bolygó elrabolta Perszefónát, és elvitte az ő világába. És az történt, hogy Perszefóna beleszeretett Hadesbe. A felesége lett. Ezért is mondtam, hogy ez egy szerelmi történet. De volt valaki, akit ez elszomorított, és ez az anyukája volt, Demeter, mert kereste a lányát itt a földön, és ez alatt az idő alatt nem volt termés, mert Demeter sírt, szomorú volt, és nem törődött a növényekkel,
nem törődött ez alatt az idő alatt a természettel, és 7 évig tartott ez a szegénység, mert az embereknek nem volt gabonájuk, nem volt kenyerük, nem volt mit enniük. Az istenek figyelték az eseményeket, és úgy döntöttek, segíteniük kell. Ki tudott segíteni? Természetesen Hermes vagy Merkur bolygó. Oda küldték Hádeszhez, és ők ketten megbeszélték a dolgokat, és megegyeztek. Mégpedig abban, hogy fél évig Perzefóna Hádesznél van, az alvilágban, és fél évig itt a Földön visszatér hozzánk, és ezt látjuk, mert kitavaszodik, és érezzük Perzefóna hatását, az ő szeretetét. Ez a mese hozzá, ez a történet a mitológiából. És miután elmúlt ez az őszi nap és éjszaka egyensúly, így elkezdődik egy új időszak, amikor Perzefóna visszahúzódik, meglátogatja a férjét, a nagy szerelmét, Hádeszt vagy Plútó bolygót. Ez jelenti számunkra azt, hogy mi visszahúzódunk, kipihenjük magunkat, tervezzük, mit tegyünk jövő év tavaszán, elkezdődik ez a nyugalom, ez az időszak. Amit még megemlítenék, mert ez is fontos, szeptember végén, október elején lesznek változások, nagy változások, kármikus változások. Az indiai számítás szerint a lefele mozgó holdcsomó vagy kétú, ami a múltra utal, mind arra, amit átéltünk a korábbi életünkben, ez a holdcsomó elbúcsúzik a nyilas jegyétől, és át kell a skorpión jegyében. Ezek a holdcsomók, a felfele és a lefele mozgó holdcsomó mindkettő más irányba mozog, mint a bolygók, ezért ne csodálkozzatok el azon, hogy a nyilas jegyét a skorpión követi. Itt a skorpión jegyében fog mozogni a lefele mozgó holdcsomó kétú 2022 tavaszáig. És itt a skorpión jegyénél lesznek kármikus témáink, ez a múlttal áll kapcsolatban, mivel skorpión a víz eleméhez tartozik, itt érzelmekről lesz szó, egy nagy transformációról és megújulásokról. Szemben található a bika jegye, és ott fog mozogni a felfele mozgó holdcsomó Ráhú, és mutat egy kiutat, egy irányt, amit mi még nem ismerünk. A bika jegyénél értékekről van szó, ez lehet egy belső érték is, és pénzügyi dolgokról. Ez a hatás eltart 2022 tavaszáig. Addig lesznek változások, ami a pénzügyi dolgokat illeti, de az is lehet, hogy valamilyen vérunk megváltozik ez alatt az idő alatt, vagy másképp váltják át a pénzt, tehát ez előfordulhat, hogy kihat a gazdasági helyzetre, a politikára is. Ami bennünket érint, szükségünk van a biztonság érzetére, az anyagi dolgok állnak a középpontban, az értékek, a belső értékek is, és szükségünk van a nyugalomra, mert szeretnénk az életet élvezni, és valamit megszépítünk körülöttünk. Lesznek ezek a változások,
És ez lesz számunkra egy kiút, mutatja ezt ez a felfele mozgó holdcsomó. És ez volt a felvételem a nap és az éjszaka egyensúlya szeptember 22-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!